Tehát jövőre 2014-ben lesz 20 éve, hogy felavadódott ez a templom, ami maga nemében ritkaság. Egyrészt azért, mert nincs olyan református templom az utóbbi időkben, nem készült, ami ennyi figurális, konkrét képi világot tükrözne, adott esetben ugye 35 bibliai jelenetet. Ahogy Ince Zoltán tiszteletes úr ideje alatt, ahogy a zárókazettán olvasható, készült templom terveit bemutattuk Elekes Károllyal a presbitereknek, akik hát jó indulattan bólogattak. Ince Zoltán tiszteletes úr meg azt mondta, hogy hát ilyen templomot nem hiszem, hogy engedélyezne a református főhatóság, úgyhogy föl se terjesztem, és egyelőre én vagyok a püspök Siklódon, úgyhogy csináljátok. Jó lesz, azt mondja, mert akkor a szószékről csak fölnézek, aztán sorba leprédikálom a képeket. Na most észrevehető, hogy ugye az öt mező, ami Pap Gábor számára, akihez fordultunk ikonográfiai tanácsért, egyértelmű volt, hogy hát a négy alapelem plusz az életfa, Jézus élete középső mezőben jeleneteit foglalja magában, bár ő nem így indított, hanem azt mondta, hogy fogjátok az ecsetet és indítsátok a vonalat, kezetekben van a teremtő erő, csak csináljátok. Elindul a 35 kép, és végigköveti kronológiában a bibliai történetet, de minden mező a maga domináns alapelvének, vagy adott esetben például itt a levegőnek, amit a Károly festett, vagy a tűznek, amit szintén ő festett, a tartalmi jegyeit dominánsan kell, hogy hordozza, tehát a jelenet aszerint lett beválogatva, ez, ha úgy tetszik, a második tengely. A harmadik tengely pedig a hét bolygó rendszer, azért van hét kép egy sorban, és hát ezen dolgoztunk itt különböző megszakításokkal, egy hétig, két hétig, tíz napig, mikor, hogy, és hát ahogy aztán elérkezett, vagy közeledett a avatás ideje, hát bele kellett erősíteni, és természetesen mindent itt a szomszédos iskolában, vagy télen a parókián dolgoztunk, ahol lehetett fűteni, a kézképeket szerelték föl az asztalosok. Annyit még, ugye a teljes tér, ugye ez a körülbelül 200 négyzetméteres Istenháza, ez a sajátos, szép helyen lévő templom, ugye, amelynek legalább két elődjét ismerjük történeti leírásokból, Péterfi tiszteletes úr monográfiájából. Minden alkalommal mondjuk két generációként összeomlott, megrepett. Hát Kós Károlyt is azért hívták el, mert nem kellett bejönni az ajtó, mert méteres nyílás volt a falon. És hát úgy döntöttek, hogy lebontják, és Kós Károly meg is tervezte, egy a százas tervet csinált, látszati tervet is, és tulajdonképpen ezt a csarnok templom formát, tömeget megőrizte, amely egyébként a Siklód temploma és népe monográfiában Anthony Gall által részletesen kifejtett székelyföldi alaptípus formát hordozza, ami Kós Károly építőművészetében már korábban is megfogalmazódott, kiegészítve a portikussal, illetve a fia toronnyal, amivel, ha úgy tetszik, a saját világát is kölcsönözte neki. De hát erre a építésre ugye nem kerülhetett sor a impériumváltás okán, azt a felelőtlen lépést követte el az akkori nagy létszámú közösség, közel 1600-al laktak akkor Siklódon, hogy a téli időszakra, miután lebontották a templomot, egy gyülekezeti termet építettek itt az egyházi telken a papszerén, és amikor nekiálltak építeni a templomot, akkor a hatóság azt mondta, hogy elég volt egy templom nektek, úgyhogy ez fejezzétek be. És ez hát így tartott, ha úgy tetszik, 90-ig, amikor fölmerült újra ez a gondolat, és hát a makacs és következetes székelyek azt mondták, hát akkor most megépítjük azt a kóstemplomot, miközben már körülbelül negyedére csökkent a lélekszám, és meglehetősen idős lett a falu lakossága, de megépült mind az összes 56 leindító tőkével, és hát mi is így kapcsolódtunk aztán bele, mondván, hogy hát ez a mi dolgunk.